Törvényszerű, hogy a tacskó időskorára elhízik? Nem. A tacskó elhízása az általában hormonális okokra vezethető vissza, és különösen érzékeny a tacskó az ivartalanítás utáni elhízása is. A kettő együtt van, tehát van egy hormonális háttere is az elhízásnak, és ráadásul az ivartalanítás miatt egy ilyen leptén-háztartási zavar is föllép, mint minden ivartalanítás után, akkor könnyebben elhízik. Talán azért a kérdés mögött talán az rejlik, hogy ha a tacskó elhízik, és komolyan elhízik, annak nagyon súlyos következményei lehetnek, mert hiszen tudjuk, hogy nagyon rövid a lába, előbb-utóbb előfordulhat, hogy vonszolja magát a földön a hasával, tehát ilyet is láttunk elég sokat. Ezek már nagyon kínos, kellemetlen elhízások, ilyen esetekben drasztikus fogyókúra szükségeltetik. Ezt már állatorvos vezetésével szoktuk javasolni az ilyen fogyókúrákat. Mindenképpen azt mondanám, hogy a tacskó elhízása nem extrém, de talán a következményei tekintetében valóban nagyon súlyos.